most. I wasn't even a person to the worst of the Kree's mad scientists. More like a real smart walking gun. A very talkative gun. Yeah, that part was an accident. They tried to fix it a few times. I am Groot. The entire facility was the problem. I wish I'd gone back and blown it up before the end of the war. Igen, és ez csinál valamit? Aha, ez megnyitott egy titkos utat. És akkor ott van egy ilyen... Ó, most vissza tudtuk szerezni azt a három pontot, amit elvett... Aha, az előbb, szuper. Most már 3-3. Ó. Már megint vezet. Itt mintha lenne egy ilyen kis mágnes, ami odahúz minket a másik platformhoz amúgy, tehát itt ilyen kicsit önnézésem van, mintha mindjárt leesnénk, de aztán mindig kiderül, hogy amúgy nem. Később ki tudja még mi lesz. Figyeljetek srácok, adjunk még neki esélyt. Én azt mondom, adjunk még neki. Még akár jó is lehet. That would have been a killing blow. Ha! Not even close! Groot, need you to shoot a bridge right in 70 euró? Nem csak 60? Szerintem ez most csak 60, nem? Vagy már ennyire rossz lenne az euró? Ez most már 70-nek számít? Na most távolról összeszedek egy csobót, amivel majd én nyerek. Nyolc! Hogy lett neki egyből nyolc? Nintendo 69-99. Az mondjuk tényleg sok. Mert nem tudom milyen a játék, tehát nem tudom, hogy milyen hosszú. Ha nagyon hosszú... Nem már! Mi volt ez a leesés? Miért esünk le? Szerintem ide le lehetne ugrani. Ide. Így. Hát, ha van itt valami. Most nem látok semmit. A 61, még ott van egy ilyen akármi. Well, 13-18-ra egyelőre mi vagyunk a tutik, de azért ez még nagyon gyorsan változhat, mert borzasztó gyorsan öli őket, meg ő nagyon gyorsan észre is veszi. Ha még ott van egy. Van, 19, szuper. Hát egy csomót kinyírtam, az jó. Itt föl lehet mászni, vagy? Föl. Itt is. Jó. De ő hol lövöldözi vajon? Ha már annyira előre mentek, ha még ott van egy. Na várjunk, itt még el lehet jönni. Meglepően egyébként könnyű a játékot irányítani, tehát hogy sokkal nehézkesebbre számítottam. Itt is volt még egy... Ó, itt egy csomó még. Hú, ezt sikerült megmenteni az utolsó pillanatban. Ő hogy szerez pontokat, amikor egy helyben állnak Groottal? Ez számomra egyelőre nagy kérdője, hogy ő ott mit csinál.
Hát, hogy a Square Enixnek megtérül-e ez a játék? Nem tudom, hogy a Square Enix egyáltalán gondolkozik-e még ilyenben. Hogy olyan játékot csináljanak, ami megtérül. Mert az elmúlt időszakban ez nekik nem igazán ment. Az Avengers-el szedtek egy csomó pénzt, de el is vesztették a játékosok nagy részét. Tehát, hogy az meg annyira nem... Szerintem az nekik annyira nem buli még egyszer úgy átverni mindenkit, mint ott, hogy így ú, nagyon jó lesz a játék, meg aztán jön majd egy csomó mindenhol. Hogy szerzi a pontokat, amikor egy helyben állnak Groottal? Könyörgöm. Hogy? Hogy? Ne? Ó, de jó. Nem, előre ment, előbb itt állt még Groot mellett. Nem, itt van Groot mellett. Mondom, itt állt mellette. Há, kétszeresnek számítanak az ő pontjai, hogy de. Nem látok semmi ilyesmi parazitát sehol. Ja igen, ezt installálni kéne. It's not gonna piss off every critter around, right? Sorry, Quill. Not taking no chances after the last one. I gotta test it real quick. Not again. Rocket! I only flipped the switch on and off to see if it started. Yeah, tell them that. Igen. Ó, és akkor ő nyomad gránátokat. Oké. Okay. Oké. Okay. Groottal kéne őket lefogni. Azaz. Ennyi? Fel is töltődött maxra a HP-m. Nyomjál rá egy úgy-úgy. Jó, ez ennyi. Ó, ne. Nem nagy kedvencem lesznek ezek a fikák. De azért elrugdalózok itt velük. Ez az. Akkor egy traction control mehet. Ó, és ez köp is. Azaz. A hebe nem lehet semmilyen rugást belenyomni, csak egy rárug egyet és kész. You received an ability point use. Aha, igen. Ez egy könnyed TPS, bár szerintem itt főként a co-op fog dominálni. Lehet, hogy igazad van egyébként. XL megszerezzük. Self-improvement. Gebola, köszönöm szépen a giftet. Vagyis Gebol, Préri Farkas, köszönöm szépen a Gebolának adott giftet. Bocsánat. De értitek úgyis. És akkor ez mit adott nekem? Steroids, Initiates Prolonged Burns, Chest Boost Raising Totally, Position Orders, Attack Enemies.
És most megint 28-28-an vagyunk? Akkor ez most komoly? Ő mindig vissza fogja szerezni azt, amit mi megszerzünk? Ó, de tuti. Oda át tudjuk húzni magunkat. Szuper. Úgy néz ki, ez ilyen scriptelt cucc. Aha. Hát amúgy lehet. Nem lesz nehéz, ő azért gyökerekből simán lerakja magát. Vagyis lebiztosítja magát. Nincsen semmi baja. Going after him? He says it's fine. We'll meet him later. Team Rocket, is everything okay? Groot's signal just went dark. Flark. His radio must have broke when he fell. What happened to your timber companion? Ma'am. Groot just took a different path. He must have fell and broke his radio. Yeah, that's it. Team Rocket over. Hope that got rid of him. Most már tudunk deszelni a levegőben, az mondjuk már jó. Now we can stop worrying about that dumb accident. Fine anyway. There's nothing to worry about. Not like I could have prevented that old rusted ship from keeling over. Whatever, right? Like you said, Groot's fine. Everything is fine. 34-nél tart. Őrület. Sure, fine. Egy. Kettő. Majd akkor még lehet, hogy van olyan, amit kihagytam. Ha, itt van még egy ilyen gusztustalanság, 31. Kérem, még gyorsan találnom 5-öt. Ott vannak fenn még. Jó. Ó, és te is tudtam volna venni cuccat. Okés. And jobs I know are heists. No more heists. Not until we make a name for ourselves. Szemben is volt. Az a baj, hogy mire ez hozzám ideje remólian, addigra már 6-szor. Várjátok, megint eltűnt a csetem. Egy pillanat. Megint elment a csetem egy pillanat. Na mindegy, de most visszajött. Jó, jó, jó. Na jó, oké.
A látvány az szép szerintem is amúgy. Nekem teljesen bejön. Figyeljetek, nekem abszolút átjön a látvány. Nincs bajom vele. Az, hogy rétegjáték egyébként, azzal valamilyen szinten egyet tudok érezni egyébként, mert mondom, az biztos, hogy nem mindenkinek van a game. Do I get to make this trophy? Because I already have some fun ideas. No. I'll take care of the design. Gonna need at least 6 bars of dark alien. Nem látok több ilyen férges cuccot. Itt állj! Szia, Josephu! Nem vettelek észre az előbb. Ott van! Kettő is van. Rögtön kettővel válaszol. Menjünk tovább. PlayStation-on úgy néz ki a visszaváltás, hogy ha elindítod a játékot, akkor nem válthatod vissza. Tehát ott olyan játékokat válthatsz vissza, amiket soha nem indítasz el, ergo csak az ilyen véletlenül megvásárolt digitális címeket tudod visszaváltani. A többit azt lehetetlenség sajnos. Várjatok? Shit. Ott el lehetett volna menni. Mindegy. These things open up to let gas through, right? Yep. You saying we're the gas? Today we are, if we can get it open. Hey, what's grosser than 10 Chitauri nailed to a ship? There's a drone access tunnel over here. Too bad we don't got a drone. Quill, I hear you scanning. Ott menj be. Can you squeeze in there? Knew it. Rocket, fix the thing. Rocket, clean up the mess. Rocket, crawl into the mystery hole. See anything? Yeah, a manual override. Team Rocket, we hit a snag. One of our sensor points was covered in resin, so we're gonna fly around to get another spot. Just make sure the new spot as close as possible to the original one. Because of maps and angles. Az megvan. Tök, hogy erről a lövöldözésre ide válaszolnak. Visszautalják, de visszakapod a számládra, visszaadják. Between you and me, I think green team should be a permanent thing. Why is that? Because they ain't picking on me for a change. Come on, most of the time you poke at them first. Yeah, well, somebody has to. Hát jó, nyilván, hogyha mindenki visszakérhetné az árát a játéknak, az nyilván megölni a játékipart. Ebben igazatok van amúgy valahol. Ezt egyébként meg tudom érteni. Igen, az valahol olyan szomorú. Holy shit. Oh! Még közben is lehet a hülye versenyünket csinálni. Menjetek már, srácok! És pont itt jön Gamora. Akkor nem ide kellett volna ugrani. Hát az a korszak így van, tehát most már ki van számolva előre, hogy mennyit kell begenerálnia, úgy le is fejlesztik és kész. Tehát az, hogy egy... Látok. Nem fogja meg. Hmm.
NFT-ben, amit lehet csinálni, visszakéred rögtön 2 óra után a pénzed, az egy dolog. De igen, sokan, tehát amikor olyan játékot csinálsz, amiben 2 óra sincs, végigviszed és visszakéred az árát, hát az, annak mi értelme van? Akkor inkább leszeded a virágboltból, nem? Igen, csak nagyot kellett ugrani akkor. Először jól ki van számítva, hogy mennyit tudnak belőle keresni, ahhoz, vagy mennyi bevételre számítanak, ahhoz keresnek befektetőket, akik beleteszik az óriás mennyiségű pénzt a nyeresség reményében. Hogyha ez megtérül, akkor megcsinálják ugyanezt a játékot még 15-ször, amíg meg nem térül. Ilyenek a Far Cry-ok. Addig csinálják, amíg mindenkinek megtérül. Egyelőre megtérül. Some kind of residual energy in here. Oh, come on, Lark and tensor joint, just neat. Wiggle the. Okay, so life support's booting back up. What's it look like out there? Holy mother of space barnacles! Haha, az enyém. Hát te meg mi vagy? What was that? It's a swarm of old cleaner bots. Maybe. Northgardot csinálta nagyon kevés fejlesztő, de nem egy. Hanem egy vezet, tehát volt egy, tehát ez egy kicsi csapat, de nem csak egy ember csinálta, de a Northgard volt, a Northgard, ami volt ilyen vikinges. Sorry about the shooting. Yeah, thought you were that freaky thing we accidentally released. We saw some cleaner bots accidentally at a distance. I'm good. We're totally all right. They just ran away when it saw us, right, Quill? I'm good. And I'm glad you're safe too. Wow. Yep. Just a freaky floating creature. Nothing to worry about. Oh, and speaking of freaky creatures, wanna bet Green Team's having trouble parking the ship? I think I'm done with bets for today. Yeah, you and me. Let's just get to the rendezvous point. Nobody won. Itt is lehet valamit összeszedni, vajon? Ez mi? És akkor neki találtunk most outfitet? Ha így lesz a 2014-es Guardians of the Galaxy kinézete. Ja, és akkor így ezekre az outfitekkel igazából megcsinálhatjátok filmessé. Hát nem tudom, akinek ez kell, az nyugodtan. Nekem nem hiányzik, hogy filmesen nézzenek ki. Azért annyira nem szerettem a Guardians of the Galaxy filmeket. Érdekes volt egyébként, nálam a Guardians of the Galaxy filmek nem jók. Én nem szeretem nézni sem.
Az, hogy robotmunka lett, egyébként ebben igazatok van, hogy robotmunka, meg ez az is, hogy iparosítani kell, iparosították, de iparosítani kellett. Hát itt kiderült, hogy óriási pénzek vannak benne, tehát az ilyen bobikotik féle üzletemberek nem hiába tették rá a markukat erre az iparra, tehát észrevették, hogy iszonyatos pénzek vannak benne, elkezdték csinálni. És amikor üzletemberek jönnek be a játékfejlesztésbe, akkor persze, hogy kihal az egésznek a szíve lelke, hiszen olyan emberek kezdenek el a játékiparban utasításokat adni, akiknek semmi közük nincs a játszáshoz. Tehát például Bobby Kotick kijelentette többször is magára, hogy ő semmivel nem játszik. Nem is játszott játékokkal, őket nem érdekli. Ő egy üzletember. És ennyi. Úgyhogy igen, ebből a szempontból igazatok van, de ez van. Tehát, hogyha egy iparág fellendül, akkor szükségszerűen megérkezik sajnos ez az átmosottság. És ugye brutálisan fel van vizezve az ipar. Látjátok, hogy milyen játékokat képesek pofátlanul kiadni. Hát ti is látjátok, szinte gusztustalan néha. Oké, de hol lehet upgrade-elni? Lehet, hogy upgrade-elni csak a hajón lehet? Ezek micsodák egyébként? Ez a journal. Amúgy tök jó, hogy megvan írva egy ilyen napló. Ez tök király. Ebben látja a lóvét, és ebben is van a lóvéja egyébként. 200 millió dollárt keresett tavaly. Ennyit soha életében nem keresett semmivel, pedig ő már volt olajiparban, foglalkozott kerozinszállítással Európa és Japán között. Mit csinált ő már mindent, amiben van pénz, ahol megérezte, hogy ott a cash, odament. Most megérezte, hogy a játékiparban van cash. Hogy lehet cash csinálni? Mikrotranszakciókkal, olcsó játékokkal, parasztvakítással, néphűítéssel, így lehet sok pénzt csinálni. Ti is tudjátok, srácok. Ennek nem lesz lelke, persze. Hogy tele van szexuális zaklatással a cége. Hát, majd most figyelj, úgy van vele, hogy egyszer len, egyszer fent, most egy kicsit rosszabb évet zárnak majd. Ez az év egy kicsit balhésabb volt, mint a tavalyi, de nehogy azt higgyétek, hogy nagy dolgokat változtatnak. Kiderült, hogy szexuális zaklatás van a Blizzardnál, úgyhogy kivették a WoW-ból némelyik alulöltözött szereplőt, meg ilyenek, meg a Diablo 2-ben az Amazont átalakították. Tehát nem a céget szervezik át, hanem a játékot. Tehát ilyen, értitek. Ó, itt a upgrade. Itt az upgrade, tehát megkaptam a kérdésre a választ. És akkor ő megcsinálja nekünk. Azt mondja, low life buff. Firing the rate doubled when health drop. Nem. Attract enemy drops. Quick pressing twice, charge a shot. Ó, ez jó. Ez meggátolja abba, hogy felmelegedjen. A suitat is lehetett volna fejleszteni, de azt nem fejlesztettem. Már most mindegy. Scan enemies during combat with the wizard. De ennek mi értelme van? Azt mondja, hogy glide around targets for a short time when shooting. Knockdowns. Ez jó hangzik. Small marvel crafted. Így van, peres gumi. Igen. Okay. Aha, látjátok, túl melegszik, és jó időben kellett volna lenyomni. Ha jó időben nyomom le, akkor pedig elvesztjük az overheat-et. Aha. Kösz az upgrade-et. Rapid reload. Jó, igen, erre most jöttünk rá.
Gebola, a Sonynak annak borzasztóan könnyű helyzete van most egyébként. Ők sem csinálhatnák ezt, hogyha az előző generációban nem hoztak volna egy jó döntést. Shit! A jó döntésük az az volt, név szerint, hogy a sztori központú játékokat helyezték előnybe a multiplayerekkel szemben. Hú, de pofán csaptuk ezt. És ez nagyon bejött. Ezeket pofozgatni kell. Incredible. Rengeteget keresnek vele, Gebola, iszonyatosan sokat, de a Sonynak nagyon sok mindenből van most, tehát jelen pillanatban ugye maga a cég az mint cég jóval kisebb, mint mondjuk a Micro, sokkal kisebb, meg most ugye ők ott tartanak, hogy a főbevételi forrásuk a PlayStationből van most már, tehát régebben ugye a tévékből adtak el nagyon sokat, aztán egy időben a mobilpiacon is erősek voltak, de egy ideje már a PlayStation az egyetlen platform, amiben nagyon sokat tudnak keresni. De ez leginkább annak köszönhető, mondom, hogy rengeteg konzol elment, és nagyon-nagyon sok játékot tudnak értékesíteni. De az áremelés az érthető. Tehát az egyértelmű volt, hogy be fogják vezetni. Meg nincs is már bennük a félsz. Ez micsoda? Ez egy bugyi? Miért villog? Ez valami bug? Hogy ez így villog? Le is teszem itt lassan, mert felhabzok tőle. I don't know. Weird cubey hunks of rock or metal. Rocket might something interesting to say. Ha van, majd tud csinálni vele a Rocket. Jó. You two have any luck? It is not a question of luck. Peter, make some noise. Peres gumi, ez jó, ez tetszett. Egyébként nehogy azt higgyétek, hogy bárkit is meg fog érinteni az AdBlue-s dolog. Tehát az AdBlue-s dolog, ez oda vezet. Magyarországon most azt csinálják, hogy elmegy a 2017 után vásárolt bármilyen dízeres autóval a szerelőhöz, és az első dolga, hogy ezt a hülyeséget kikapcsoltatja. Műszaki vizsgára meg visszakapcsolja az autószerelő. És akkor tud AdBlue nélkül is menni az autóval. Nyilván szerencsésebb történelmi fejlődési országokban, mint ami nem Magyarország, hanem tőlünk nyugatabbra, ott nyilván nem merik megcsinálni ezt, hogy kikapcsolják az AdBlue chipet, de alapvetően itthon ez olyan dolog, hogy a legtöbb autóban ezt egy gombbal ki tudják kapcsolni. Úgyhogy itthon nagyon keveseket érdekel ez a történet. És most Drex fog nekünk segíteni. Gyerünk, Drex! Tépj szét! Heavy staggert okoz. Oh, és akkor csak oda kell menni, és akkor szétcsapni. €300 és szedik ki? Az se hülyeség egyébként. Én azt tudom, hogy Ford Ranger-ökből most sorba szedték kifelé. Itt a helyi szőlős vállalkozók. Amivel nincs gond egyébként, valahol meg is értem amúgy. Mindig van valamivel idegesíteni kell valamivel az embereket, tehát vagy koronavírus van, vagy bevándorlás van, vagy sertéspest is van, most AdBlue nincs, utána majd jön, tehát valami mindig van, amitől rettegni kell, ami borzalmas. Egy olyan világot élünk, ahol egyébként aranykorban él az emberiség, és állandóan fosunk valamitől. Na bocsánat a kifejezésért. You agree
És ingyen állítják vissza. Hát mondjuk az pofátlanság lenne, a kétszer elkérni a 300-at minden gombnyomásra. Na, szedd le onnan, Gomora. Somehow. It's a possibility. Maybe try something else. I could make it up there, but we're gonna need something for you two to climb up on. It is a wonder the nimble assassin has not abandoned us already. Drax. At least he called me nimble. It was not intended as a compliment. Én nyomom. Got any bright ideas? If you're not gonna use that visor, give it to me. She covers the fifth knowledge of your... Let's see that fancy... Na, vágd el, azt légy szíves, Gomora. You can't do this. That is physically... Szia, uram, már egy Blue érdekel. Azaz. Azaz. Ed Blue olcsón. Ja, biztos a mávosok már biztos kiszedték. 2 literes üvegekbe vitték haza a csomagtartóval, már biztos tele van mindenkinek. Falu már szerintem árulják. És ezt bárhol le lehet rakni. Úgy látszik, hogy most nagyon szeretik, a Kínában is ezt kellett csinálni. Na. Ó, ez fantasztikus lesz. Akkor tedd le ide. Well, that's helpful. I did as our leader bid. Not all of us. Super. Make up your mind. Are you mad I served Thanos or that I betrayed him? Neither inspire confidence. Aha. És akkor most lehetne itt körbe ugrándozni, és akkor ott van egy item, amit föl lehet. Nem tud oda elmenni, és van fall damage. Harminc éves Ikaruszak, így van, ott már nem fog kelni az AdBlue. Ja, ezt nagyon szerettem, meg így a tévében bemondták, hogyha érzed, hogy egy előtted lévő autónak palacsint a sütőszaga van, akkor mindenképpen szólj a rendőröknek, hát hogy ne? Persze, azonnal mindenkit feljelentek. Szerintem annyi hengerfejes autót még soha nem javítottak a helyi autószerelők, mint akkor. Az olaj nem igazán arra van egyébként. All women in the entire universe get weak in the knees when they see something fluffy. Lady Hellbender is an exceptional female. She would desire only the most worthy of pets. You've never seen a baby otter playing with its hands. I cannot refute this. Ez egy olvasgató szusz lesz. Verd le a játékot és gyere beszélgetni. Közben is el tudunk dumcsizni, srácok. Látjátok. Én tök jól el vagyok közben. Játszok is, megbeszélgetek is veletek. Így a jó. Ezért akartam streamelni. Ez nem annyira figyelős játék egyébként, így meg mindent elmondanak a karakterek, úgyhogy nem kell annyira figyelni, meg benne lenni a játékban, mert nem kell olvasni semmit, mert egyfolytában mondják. Sustenance, no doubt. Maybe the ship's engines are still vibrating after all these cycles. Or they draw sustenance. Hát ez ilyen szokott lenni, peresgumi, ajaja. Tehát hogy a streamen a chat ez egy nagyon furcsa állat. Tehát van, hogy 130-140 nézőnél alig mozdul meg, van, hogy 9-10 néznőnél megpörög, mint az állat. Ez egy ilyen érdekes dolog. Ha van téma, meg van kedve az embereknek, de lehet, hogy rajtam is ez múlna több rétegben is, vagy maga a játék adja ezt. Nem tudom. Bár mondjuk érdekes felvetés, hogy mondjuk akkor mennyire érdekes a játék, hogyha ennyire mindenki másról beszél. De hát ez már nem az, ez már egy másik dal.
Non-toxic közösség van a Twitcher, igen. Igen, igen, de arra nagyon figyelek is most már, hogy semmiképpen ne keveredjön közénk. Senki olyan, aki most már tudna zavarni, szóval most már ilyen mindenféle óvintézkedés meg van hozva. Tehát ti moderátorok például sokkal hamarabb látjátok a csetet. Úgyhogy már nem tud így bejönni bárki, így ilyen körséggel. Mint amire már volt példa. I had nothing to do with what happened to your people. But you were familiar with this tactic. Egy tévedés is hozzá többit, így van. Így van. Ez micsoda? De ezzel nem lehet semmit sem csinálni? Onnan lecsaptam egy csomó ilyen genyót, de oda szerintem nem lehet felugrani, mindesetre azért megpróbálom. Esélytelem. Az a durva, hogy itt többen mondtátok már, hogy sokkal jobban szeretitek azt, hogyha nem pörög a chat. Itt ha pörögne. De egyébként igen, arra is figyelnék, hogy ne legyen az, hogy itt ilyen flémelés van. És akkor elveszünk benne. Úristen! Mondjál békém! Erre leesek, értitek? Ezeket olyan szépen el lehet pofozgatni egyébként. Jesszusom, mekkorát sebez! Atya ég, mekkorát sebez! Kéne rá egy Crackson Control. Grooték már fekszenek amúgy, csak mondom. When you had a gutch. Na ez micsoda? Elvileg ez egy ilyen új játékelem, hogy így összeülünk szurkolni. Fedeszi, hello, hello. Szia, Gebola! Szervusz, minden jót! Szia! És akkor most kaptak egy csomó buffot, ugye, mert hogy jó választattunk. Erre kellene egy ilyen. Ezeket elrúgdalom. Azért mindenképpen ki fogom próbálni a játékot, úgyhogy nincs bekapcsolva a streamer mód, hogy milyen zenék vannak benne, mert biztos, hogy baromi jó zenéket raktak alá, ebben teljesen biztos vagyok egyébként. Ezt kellene innen kipusztítani egyébként. És... aha. Azaz. És akkor most van kivégezve. Igen, Drex-el kellett volna egyébként sokkal többet használni. Fú, remóliám. Az a helyzet, hogy az elrúgás az nagyon tapló. Tehát a piacgazdaságban, ez amit írtál, a mai világban, ez sajnos ilyen. Tehát ha megnézitek a Twitch-et, akkor a Twitch is egyébként egy elég erős kapadozás. Nem hiába váltott ki akkor például te is itt voltál már akkor.
hogy mennyire tudja csípni másoknak a szemét, hogyha valaki így sikeres kezd lenni Twitch-en. Tehát ez a világ minden területén így van. És azért lesznek önzőek, egoisták, intoleránsak. Ez abszolút, tehát ez a piacgazdaság miatt van. Ahogy bejön, az emberek megtanulnak bizniszelni, megtanulják, hogy az üzlet az kegyetlen, az halad előre, aki könyököl, és bizony azok között is verseny van. Tehát most már ott tartunk, hogy a könyöklők között is folyik a verseny a helyekért és a pozíciókért. Ráadásul vannak emberek, akik olyan szinten felszínessé válnak ettől, hogy már a közelükben is rossz lenni. Így alakult ki. Szerintem a gazdaságtól jutottunk el idáig. Piacgazdasága nekem semmi bajom nincsen, de azt teszi ilyenni az embereket. Hát más. Más. Igen. Is it doing it? What? It appears to be broken. Ain't nothing broke. That's the sound it's supposed to make. What sound? You can't hear that. Hear what? Fedelszi, a kérdésedre válaszolva, szerintem ha szereted az ilyen TPS játékokat, akkor nagyon megéri. Nekem a sztori tetszik. Nekem eddig tetszik. Nagyon könnyű irányítani. Adja a hangulatot. Jobb, mint a film. Még ha nem is szeretted a filmet, ez jobb, mint a film. Semmit nem látunk. Ez micsoda? Kötözzük le ezt a lámát. Szerintem megéri. Nekem nagyon hangulatos egyébként. Nekem teljesen elkap az egész. Tehát az élmény meg a hangulat, amit ad át a játék. Ha szereted a humort, akkor megéri. Nagyon. De még keveset láttam a játékban ahhoz, hogy nagyon tudjam ajánlani. I knew those thumpers wouldn't work. What? My thumpers are state of the art. Musclehead's the one who rushed at the first thing that came through the door. My head is not made of muscle. What the? Guys seeing what I'm seeing? Yes. Now that is a monster. All right. Enough with the warm-up. Time to catch us a real monster. Let's get paid. Oh. His name is that? Definitely not Cleaner Bots. Uh-huh. Watch it! The whole place is crapping out. We gotta get out of here! Now! Curse these volatile ruins! Crash, go! És ezt a cuccot is megtámadják itt a helyiek. Na ne! Tudunk lőni. Igen, legyen valami zene. Holy shit, úristen, de jól néz ki. Someone give me a hand. Am I right? How about one upside the head? Jézusom, srácok. Hát ez mennyire király! Azon be lehet repülni? Ú,
Úristen, nagyon jó. Ez nagyon király. Srácok, ezt amúgy rendesen irányítani kell, tehát ez nehogy azt írjátok, ez egy autopilot. Jézusom. Itt, hogyha nem streamerbe módba játszatok, akkor itt most szólna valami ütőzene. Most ezt kikapcsolták. Nincs semmilyen zene. Lehet ez ilyen. Inkább, mint hogy lelőjék a csatornát, szóval igen, ennek azért örülök. Benyeltem egy gránátot. Még egyet, meg egy csomót. Szűz Mária. Annyira király ez a rész, hogy őrület. Vannak afterburnerök. Igen. Brutál. Elképesztően látványos. Ez az afterburner, ez sokat nem számít amúgy. Kint vagyunk. S biztos, hogy sokat hozzátenne a zene. De hát nem kapcsoltam ki a streamer módot, mert mindent lelőnek. Streamen sem, vagy a Twitchen sem maradhat fönn, meg a YouTube-ra sem tudom úgy áttölteni. Tök jó. Srácok, ez a játék rendben van egyelőre. Nekem ez rendben van. Így van, fedezzi, amit mondasz. Hát figyelj, ha most válaszolok a kérdésedre, hogy megéri az árat, most azt mondom, hogy igen. Ezután a repülés után azt mondom, hogy igen. Ezt éljétek át, srácok. Ez nagyon király volt. Tetszik, jó ez a játék. Ha nem szereted a Marvel filmeket, meg pláne javaslom ezt a játékot, mert akkor még jobb lesz. Mert semmi köze a filmekhez. Nagyon-nagyon képregényes. Ezt felhoztuk a lámát a hajóra, értitek? Kicsit olyan érzésem van, hogy ez a játék olyan, mint egy rossz LSD trip. That's because they scorched the planet because an idiot smuggled in an Exelon. I will eject the beast into space. Whoa, we're not ejecting anything. It'll make us look guilty. It could be carrying Zephron's disease. Which is why Drax is gonna hide in the secret cargo compartment behind Groot's plants. Peter Jason Quill. Really, my middle name? Hey, Krell! How you doing? How long's it been? 2-3 years? You look good. You been tanning? This is a new low, Peter. Even for you. Corral, I swear it's not what it looks like. That you're a junker trespassing in the most restricted area of space? Who consorts with thieves and murderers, apparently. Hey, killing people for money ain't murder, lady. Nice to see you too. Right. Peter Quill, I found these items in the space that you told me about. There was not enough room for both the other thing and these. Peter Quill. Of planet C-53, under galactic law, ZSB-47, I am putting you and your crew under arrest for Actually, can I call you back? What? Please, tell me that is not a crate of super illegal tech. It is a crate of super illegal tech, which also happens to be very valuable. Really? What? We're on a Ravager ship, even the Flarkin bulkheads are stolen. Well, we can't fit both in the compartment. Remolyan, én mindjárt reagálok, csak megvárom, hogy ez lemenjen ez a párbeszéd. The Milano's weapon systems are 4 generations behind, Quill. We need that tech, more than we need some stupid farm animal. Szeretnék majd csinálni ebből a játékból is bemutatót, igen. Hide Rocket's crate. Peter, you're willing to gamble on a space llama thingy? I'll convince Corell the llama's harmless. She knows me. And I know Corell. Not like I did.
De hát ki hinné azt, hogy egy láma az itt ártalmas lenne? Senki. Has no time to meet with law-breaking pirates like you. That's just it. We're not pirates. We're legally incorporated heroes for hire. Yeah, that's right. You check those records, Buckethead. Novacore licensing permit 67398-2. Gardeners of the Galaxy? What? No. Gardeners of the Galaxy. So I let Groot fill out the paper. I fixed it with an addendum. Not the most well-known heroes you could hire, but definitely in the top five of most awesome names. Contributing members: Groot, a Flora Colossus, last of his kind, fearless in a firefight, an awesome best friend. Rocket, bona fide super genius and a wizard with explosives. Definitely not a raccoon. Gamora, adopted daughter of Thanos, deadliest woman in the galaxy. Need we say more? Drax the Destroyer, convicted serial murderer and galactic war hero, often grumpy. Last and definitely least, Peter Jason Quill. Na? That's it? That's all you wrote? There was a character limitation. Sorry, excuse me, I just need to... Nem tudott róla többet írni, mert elfogyott már a karakter limitáció. Oh, you don't know? Really? It says right here. Prisoner processing training. I'm your official trainee. Aren't you a little young for the Corps? Aren't you a little old for that hairdo? I should check with the captain. No. No. She definitely signed off on this. You know how thorough she is about signing stuff? And if I may, sir, the real concern here is Regulation 7A regarding prisoner footgear. That one's jet boots are in clear violation. They're decorative. Good work, Cadet Gold. Great. There goes Plan B. We don't need a Plan B. I got this. No, you do not got this, pirate. I got this. Now fall in line. Time to go, prisoners. Watch the jacket. Cadet Gold, you know the arrest protocols? All memorized, sir. First thing we do... First thing you do is apologize. We're legitimate business-like folk on legitimate-like business. We're not hunting an illegal creature in illegal space. There's so much wrong with this arrest. A, no way a kid should be here. I'm an official trainee. And B, I'm very, very close friends with the captain. Hold it right here. Is there a problem? Yes! No fake energy, no power. No power, no containment. A single spot. The techs are looking at it. They say that... They cannot even fathom. How can they fix what they cannot understand? Put the Grand Unifier's mind at ease. Run the scanners again. What the flark is a Grand Unifier? Grand Unifier.